Szelivanov reakciót szeretnék bemutatni a következő két kémcső kísérletnél. Ez a Szelivanov reakció az aldózok és a ketózok elkülönítésére szolgáló kémiai reakció, és a vizsgálati oldataim egy fruktóz oldat, amely ugye ketocsoportot tartalmaz, tehát ketóz, és egy glükóz oldat, amelyik aldehid csoportot tartalmaz, tehát aldóz. Az egyik kémcsőbe fruktóz oldatot öntöttem, a másik kémcsőbe glükóz oldatot öntöttem, tehát így áll a két kémcsőben. Ahhoz, hogy el tudjam különíteni ezt a két funkciós csoportot, ahhoz sósavat kell adagolnom mindkét kémcsőhöz, úgyhogy kis főző pohárba töltöttem a 25%-os sósavat, és körülbelül amennyi az oldat, a glükóz, illetve fruktóz oldat, annyi sósavat fogok tölteni mindkét kémcsőbe, és aztán késhegynyi rezorcin kell adnom mindkét kémcsőbe, és melegítenem kell. Amelyik kémcsőbe a fruktóz oldatot sikerült tennem, ott nagyon szép színváltozást fogok tapasztalni. A várt szín az vörös szín lesz, és amelyikbe a glükóz oldat van, ott pedig nem fogok színváltozást tapasztalni. Ezt a kísérletet egyébként csak versenyfelkészítésnél, illetve valóban az emelt szintű érettséginél szoktuk elővenni. Nem nagyon találkozunk ilyen feladattal egyébként, tehát ez nem a klasszikus, mint a feeling reakció, vagy az ezüsttükör próba, vagy egy xantoprotein, vagy biorek próba sorába tartozik, tehát különleges reakció, de nagyon-nagyon szépen lehet vele igazolni a ketocsoport jelenlétét. Kezdjük az egyes kémcsővel, nézzük, hogy abba melyik oldatot töltöttem. Gyerekeknek egyébként azt szoktuk mondani, hogy nem tudjuk, hogy melyik kémcsőbe melyik oldatot töltöttük, így figyeld a változásokat. Nagyon élvezik, tehát nem a szokványos. Óvatosan melengetek, hiszen azért csak 25%-os sósabb van a rendszerben, és várjuk a változást a melegítés hatására. Ilyen komoly kémiai reakció történik itt, ami igazából nem a középiskolás kémiának a magyarázatával megmagyarázható, ezért a pontos kémiai hátterét nem is szoktuk itt középiskolába tisztázni, meghagyjuk az egyetemnek, hiszen furfurról keletkezik, ami nem középiskolás tananyag, tehát nem ismeri a vegyületet. Közben annyit beszéltem, hogy nagyon-nagyon szépen látszik a színreakció. Ugye pirosodik a melegítés hatására az egyes kémcsőbe töltött oldat, ami egyértelművé teszi, hogy akkor az egyes kémcsőben volt a fruktóz, a ketohexóz, és nagyon-nagyon szép a színváltozás. Biztos, ami biztos, azért hát úgy igaz a kísérlet, ha megmutatjuk, hogy ezt valóban csak a ketózok adják, így már most tudjuk, hogy akkor a második kémcsőbe töltöttem a glükóz oldatot, amely aldóz, aldohexóz, és nézzük, hogy ott történik-e színváltozás. Ugye természetesen, mivel ő aldóz, neki ezt a reakciót nem kell adnia, de az igazolás az azért úgy teljes, hogy itt is elvégezzük a melegítést, megvárjuk, míg közel forrásig melegszik a rendszer, és ezzel tudjuk igazolni, hogy a glükóz az aldóz. Már most apró kis buborékok jelennek meg. Látszik, hogy semmiféle színváltozást nem tapasztalunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kísérlet
nagyon-nagyon-nagyon egyértelműen jelzi a fruktózban a ketocsoportot, és azt, hogy a glükózban ilyen nincsen. Úgyhogy szépen látszik a különbség. Közben már igen erősen besötétedett a fruktózos oldat.